Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bilincsben. Kábítószer kereskedőt fogtak el Szekszárdon. Drágulás várható az ingatlan piacon. Mi határozza meg Tolnavár megyében a kínálatot? Korszerű fejlesztések. A Tamási Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium modern technikákkal segíti a diákokat. Szalagavató. Büszkén ünnepeltek a bonyhádi diákok. A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság a Terror Elhárítási Központ munkatársainak közreműködésével fogott el egy 28 éves szekszárdi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert és pszichoaktív anyagot árult. Szekszárdi kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe Tolna Vármegye rendőrei. Ahogy a felvételeken is látszik, a dílert Bilincsben vitték el a hatóságok. A férfi korábban több erőszakos bűncselekményt követett el, melyekért éveket ült börtönben, ahonnan nemrégiben szabadult feltételesen. A nyomozóknak információjuk volt arról is, hogy a férfinél lőfegyver lehet, ezért elfogásához a TEK munkatársainak segítségét kérték. A férfit végül a napokban Szekszárdon otthona közelében fogták el, majd a lakásában, illetve több helyszínen is kutatást tartottak. A kutatás során számos kábítószergyanús anyag, így zöld növényi törmelék, tabletták, valamint fehér porok és a kábítószer csomagolásához használatos dolgok kerültek elő. Kollégáim a gyanúnak megfelelően találtak is két lőfegyvert, amelyet majd szakértő fog vizsgálni a későbbiekben. A kereskedőt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi tagadta bűnösségét, semmit sem mondott a rendőröknek. A szóvívő tájékoztatott, vizsgálják továbbá azt is, hogy a bűncselekményekkel mások is összefüggésbe hozhatóak-e. Az elmúlt években Tolna Vármegyében több kábítószerkereskedőt vett őrizetbe a rendőrség. Ezek közül az egyik talán legnagyobb szabású volt, amikor Tolnán egy bűnszervezetben elkövetett kábítószerkereskedelem bűnt egy gyanúja miatt egy 50-es éveiben járó tolnai férfit fogtak el, és ő feltehetően sok évnyi börtönt fog kapni a cselekményeiért, hiszen nem egyedül, hanem több társával együtt kereskedett, nem csak Tolna Vármegyében, hanem egyéb helyeken is. Komlosinék is Anett elmondta, a hatóságok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a legkevesebb kábítószer jutasson el Tolna Vármegyébe. Decemberben havi összevetésben csökkentek az országos átlagos albérletárak a KSH ingatlan.com lakbérindexe szerint. Szekszárdon és Tolna Vármegyében folyamatos drágulás jellemző a kínálati piacon. Az ingatlan piacot befolyásoló tényezők lehetnek az infláció, a kamatok alakulása, a lokális munkahelyek száma, az építőipari anyagok árainak alakulása és az adott területen a fejlesztések. Tolna Vármegye ingatlan piacának alakulásáról kérdeztük a szakértőt. Ezek az országos cikkek, illetve statisztikák, amik kikerülnek, ezek annyiban mások és nem meghatározóak a mi megyénkben, mert más nálunk a vevőréteg. Tehát még egy nagyobb város Budapest, Székesfehérvár, Győr, Kecskemét, őket meghatározza a gazdasági erejük, illetve ők egy keresett város, ezért ott ott jelen vannak a befektetők, amik nálunk csak kismértékben, például, illetve Tolna megye egy elvándorló megye. Tehát mi fogyó megye vagyunk, és nem is tudnék mondani olyan települést talán, ahol ez nem igaz, maximum stagnál. És ez nagyon meghatározza a keresletet, és onnantól kezdve a piaci árat a kereslet határozza meg. A régió szinten kiadott statisztikai adatokat nem vehetjük figyelembe, mert torz képet mutatnak Sebestyén Szabolcs szerint. Országos viszonylatban alapvetően olcsók vagyunk, de megyén belül is eléggé nagy a szórás, és hogyha most a legolcsóbbat összehasonlítanám a legdrágábbal, a legdrágább ugye Paks. A legolcsóbb ez a Simontornya környéke, akkor egy kettes szorzó van közte. Azt is elmondta a szakértő, hogy követtük az országos áremelkedést, amely jellemző lesz a 2024-es évre is. Egy panellakás még mindig fele annyiba kerül Szekszárdon, mint Budapesten. Egyértelműen fölfele. Most két dolgot emelnék ki. Az egyik az a falusicsok. Tehát nálunk jóval olcsóbbak voltak az ingatlanok például, mint a falusicsoknak a maximum elérhető visszanemtérítendő támogatási összege, de viszont senkinek nem volt érdeke, hogy ennél olcsóban kerüljön eladásra egy ingatlan. És innentől kezdve 5 milliónál kezdődött minden.
mondjuk a falusi csokra alkalmas ingatlanoknál. Ebből kiemelném egyébként Júlia Major, tehát ott ilyen 2-3 milliós ingatlanok voltak, amint bejött a falusi csok, egyből 5 milliónál kezdődtek. A szekszárdi lakások árainak mozgató erejét a fiatalok, az idősek és a kisbefektetők képviselik. A vásárlók java része a hosszú keresgélés után arra vágyik, hogy megtalálja álmai otthonát, ahova csak költözni kell. Most rövid híreink következnek. 76 éves korában, 2024. január 24-én elhunyt Tóth Gyula, Dombóvárváros volt országgyűlési képviselője. A tisztséget 2002-től 2010-ig töltötte be. Hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgozott, tevékenykedett a város közéletében, aktívan közreműködött a település civil életében. Az adventi sztrájk után 2024. január 28-ára és 29-ére ismét kétnapos munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet. A közlekedési vállalat azt írta, indokolatlannak tartják az akciót, hiszen a MÁV Volán csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások folyamatosak. A Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a társaság honlapján érhető el. Februárban Dombori Öregfalu elején a Dunaholtákon vízparti horgászhelyeket alakítanak ki 200 méteres szakaszon. A munkálatok részeként az érintett területen part és tereprendezés, valamint alakító földmunka is várható, számolt be FAD Nagyközség Facebook oldalán. Arra kérik a lakosokat, hogy aki a csónakját az érintett partszakaszon tárolja, a közvetlen vízpartról helyezze át szabadparti területre, hogy az a munkálatokat ne akadályozza. A szekszárdi Aranyfürd Vadásztársaság szombaton ismét vadászatot tart a város környéki völgyekben. A tevékenység célja a lakott területekhez közel megbúvó vadak ritkítása, ezáltal a vadkár csökkentése. A szervezet kéri a lakosság türelmét és megértését. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium számos fejlesztéssel segíti a diákok még magasabb szintű felkészítését Tamásiban. Emellett a kollégiumi szobák és közösségi terek megújítása is folytatódik ebben az évben. Idén is folytatódnak a korszerűsítések a Vályi Péter Szakképzőiskolában Tamásiban. Az iskola főépületének egy részén már teljes nyilászáró csere történt, a tantermekben az új függönykarnisok és textíliák beszerzése és felszerelése is befejeződött. Ezen kívül a még nem laminált padlók cseréje, a könyvtárfejlesztés és a sportkészletek beszerzése is nagy hangsúlyt kapott. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, amit ezután is nagyon szépen köszönök a centrumnak, úgy gondolom, hogy a Vályiban folyó ágazati oktatás, szakmai és szakirányú oktatás nagyon korszerű berendezésekkel, eszközökkel történik, és a tanulási környezet és esztétikus, komfortos. Vezetőcsapatunk soha nem pihen, már összeállítottuk az újabb fejlesztési csomagunkat, és annyit elárulhatok, hogy tudunk és merünk nagyot álmodni. Az iskola egyik legnagyobb fejlesztése a repedésvizsgáló oktatócsomag és egy virtuális hegesztő szimulátor vásárlása volt, ami a gépészet ágazat tanulóit segíti a gyakorlati oktatásban. Ezeket a paramétereket utána vissza is lehet játszani, rögzíti a gép, akár egy hónap múlva is lehet ellenőrizni, hogy mennyit fejlődött egy hónap alatt a tanulónak a kézügyessége, megesztési képessége. Iskolánk a fejlesztéseknek köszönhetően december hónapban megkapta ezt az új hegesztő szimulátort, aminek nagyon sok előnye van a munkahelyen történő hegesztéshez képest. Nincsen anyagfelhasználás, balesetek megelőzhetők, nincs forró munkadarab, a gyerekek gyorsabban és intenzívebben tudják begyakorolni a mozgási képességeket, ami a hegesztéshez szükséges. Sümegi Péter már korábban letette az érettségi vizsgát ebben az intézményben, jelenleg hegesztőnek tanul érettségi utáni szakmai, illetve lakatosnak felnőtt képzésben. A szimulációs gépen tudunk hernyóvaratokat, sarokvaratokat és egyéb varatokat az összes hegesztési eljárással tudunk hegeszteni, szóval mindenbe bele tudunk látni igazából. Éles helyzetekbe, sőt is hála Isten szemüveggel működik ez a szimulációs gép,
Ami egy kicsit a 3D vizuális képet tudja adni, hogy alapjáraton milyen lehet az eredeti hegesztés, ami a valós életben történik. Az iskola mindemellett a kollégium folyamatos korszerűsítésen is dolgozik. A szobák és a közös helységek felújításának és bútorozásának munkálatai folyamatosan zajlanak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Idén még legalább 2, egyenként 5 milliárd forint keretösszegű pályázat kiírása várható a Magyar Falu programban, mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos. Magyarországon körülbelül 3 millió ember él 5000 fő alatti településen, őket érinti az intenzív fejlesztési program. A projekt magába foglalja többek között az önkormányzati szolgáltatásokat, az egyházakat, a civil szervezeteket, a vállalkozásokat, de a közlekedést is. Február 15-ig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra, hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek. A vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségiket. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetősége is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. A szántóföldi növénytermesztés jövőjét a hatékonyság javítása biztosíthatja a következő évekre, a magyar gazdák csak így tarthatják meg a külföldi piacaikat, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt szerint a gabonatermelők kilátásai jobbak, mint tavaly. Kihívásokra ugyanakkor továbbra is számítani kell, és ezek jelentős része külső körülményektől függ. 2022-ben az aszály, 2023-ban a termeléshez szükséges alapanyagok drágulása, majd az ukrán gabona kivitel, ennek következményeként a szállítási kapacitások csökkenése hozta nehéz helyzetbe a magyar gazdákat. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 24 diákja viseli az összetartozás jelképeként azt a szalagot, ami a gimnáziumi tanulmányaik végét jelzi. A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban rendezték meg a szalagtűzőbált a végzős tanulók számára. A Bonyhádi Arany János Gimnázium 11. évfolyam tanulói tűzték fel a szalagot a végzősöknek. Az ünnepségen a megjelenteket az intézmény vezetője köszöntötte. Először egy műsor lesz, amelynek keretein belül föltűzzük a szalagot a végzősökre, ők pedig egy hatalmas nagy meglepetésre készülnek, ami annyira nem nagy meglepetés, hiszen fél éve gyakorolnak már, és egy szalagtűző tánc, egy keringő fogja bevezetni a bált, amit megismételnek majd fönt a táncteremben, és utána már kicsit kötetlenebb körülmények között az emeleten zajlik a bál egészen este 10 óráig. Megtiszteltetés érte Sánta Ákost, aki két diáktársának is feltűzhette a szalagot. A diák iskolai tanulmányai alatt egy összetartó, öntudatos, véleményüket vállaló közösség részese lett. Én 9. osztály márciusában érkeztem a gimnáziumba, és én tényleg az eddigi tanulmányaimnak a legjobb két és cirka fél éve volt. A 12. évfolyam tanulói számára fontos eseményen nem maradhatott el a tánc sem, melyet több hetes felkészülés előzött meg. Nagyon komoly felkészülést igényelt mindenképpen, hogyha azt nem számoljuk, hogy rengeteg felkészülés volt maga a tánc, amit elő fogunk adni, illetve az, hogy el kellett menni sminkeshez, fodrászhoz, meg kellett lelkiekben, és azért ott kellett lenni. A középiskolai évei meghatározóak voltak számára. Mindenképpen nagyon meghatározó volt maga az osztályközösség, az egész iskola és a tanáraim. Kicsit tartottam tőle, hogy nem fogom megszokni ezt az új ritmust, amit fel kellett venni a gimnáziumba, de szerintem helytáltam. A diákok táncával zárult a rendezvény. Regionális híreink következnek. Fel kell zárkóztatni a dél-dunántúli régió gazdaságát. Modellprogram segíthet a területfejlesztésben. Rekordév. Csúcsot döntöttek a balatoni szállodák. Nő a reálbér, nyitott lesz Baranya. Költségvetésről, közlekedési fejlesztésekről beszélt a politikus. A dél-dunántúli térségfejlesztési modellprogram idei évben megvalósítható lépéseiről tárgyalt Pécset a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára. Májár Gábor mások mellett az egyetemen tanácskozik és térségi polgármesterekkel találkozik. Mindezek előtt Baranya fejlesztési irányairól a Vármegyeházán tartott sajtótájékoztatót. P.
Pécsre látogatott a területfejlesztésért felelős államtitkár, aki a Baranya vármegyei önkormányzaton egyeztetett. Maier Gábor az eseményen hangsúlyozta, a területfejlesztés elsődleges feladata, hogy mérsékelje a különbségeket az elmaradott és a fejlett térségek között. Egyrésztről szerepünk van abban, hogy ágazati szakpolitikák helyben, bizonyos térségben megvalósuló fejlesztéseit összehangoljuk, annak érdekében, hogy az összekapcsolódás egészségügyi, infrastruktúrális, gazdaságfejlesztési, közlekedési programok között biztosított legyen egy-egy földrajzi térségben. Másrésztről pedig speciális programokat indítunk el egyes felzárkóztatásra vagy fejlesztésre szoruló térségek fejlesztése érdekében. Az államtitkár elmondta még, hogy jelentős különbségek vannak az egyes országrészek között, aminek a mérséklése, megszüntetése fontos feladat. Bár Magyarország egésze és minden térsége is fejlődött az elmúlt 10 évben, jelentős mértékben fejlődött, de a területi különbségek jelentősen csökkenni nem tudtak. Ennek érdekében olyan programok elindítására is szükség van, amelyek speciális fejlesztési feladatokra helyi speciális eszközöket tudnak kínálni. Ennek az érdekében kezdtünk el közösen dolgozni Dél-Dunántúl 3 megyével egy modellprogramon. Azért a Somogy-Tolna-Baranya vármegyék bevonása mellett döntöttünk, mert úgy érezzük, hogy ez az a régió, a Dél-Dunántúl az, amely a fejlődés mellett országos átlagtól egy jelentősebb elmaradást mutat még mindig. A vármegyei elnök szerint térségünk a rendszerváltás vesztese. Nem túlzás azt mondani, hogy a Dél-Dunántúli térség és Baranya az a rendszerváltás vesztesei közé tartozott. Mi, akik itt élünk, hosszú évek óta úgy éreztük, hogy minden erőfeszítés dacára kormányok jöttek, mentek, de ez a régió nem tudott igazán magára találni, és nem tudta elfoglalni azt a méltó helyét, amelyet a baranyai és a pécsi emberek erőfeszítése munkája alapján megilletné. Őri László megemlítette azt is, hogy azért látszik már némi javulás a baranyai gazdasági adatokban. Ha az elmúlt időszak adatait nézzük, a tendenciákat, akkor azt mondhatjuk, hogy azért a holdpontról sikerült már elmozdulni a depressziós hangulat dacára ennek a térségnek, hiszen 2010 és 22 között a kormányzati munkahelyteremtő beruházásoknak és gazdaságfejlesztési politikának köszönhetően a munkanélküliség a térségben 13-ról 4%-ra csökkent, ami egy nagyon jelentős előrelépés. Ezzel párhuzamosan pedig az ipari termelés az elmúlt évtizedben 280 milliárd forintról 960 milliárd forintra növekedett. A lemaradás legfőbb oka a térség zártsága volt, az elnök szerint ide ért el utoljára az autópálya. Most jó reményünk van arra, hogy a következő évtizedekben Baranya és Pécs a területfejlesztés és a gazdaságpolitika nyertesei közé tartozzon. Az államtitkár és az önkormányzati elnök a modellprogramban foglaltakról egyeztetett a csütörtöki találkozón. Rekordév volt a 2023-as a balatoni szállodák esetében. A legtöbb helyen szinte egész évben 90%-os volt a foglaltság, és az év végét is rengetegen töltötték a Magyar Tengernél. Továbbra is népszerű fizetési eszköz a szép kártya is, a vendégek csaknem 40%-a használja ezt a fizetési formát. A Balaton népszerűsége magasabb lett még a korábban rekordévnek számító 2019-esnél is. 9%-kal haladta meg az éves vendégszáma 4 évvel ezelőtt itt. Nem is csoda, hogy szinte minden szállodában teltházzal működtek a hotelek. Ebben a siófoki szállodában több mint 65 ezer vendégészakát töltöttek el a vendégek. A mi szállodánkban is rekordév volt a 2023-as. Ugye általában 2019-et szokás mérőszámnak tekinteni. Mi jelentősen meghaladtuk a 2019-es bevételi adatokat, ami gyakorlatilag a foglaltság szempontjából a mi szállodánkban gyakorlatilag azonos foglaltságot jelent, hiszen folyamatosan teltházzal üzemelünk.
Az eredményekhez a belföldi turizmus motorjának számító Szép Kátja is nagy mértékben hozzájárult, áll a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb közleményében. 2023-ban nem csak a feltöltések, hanem a költések is történelmi csúcsot döntöttek. Összesen 449 milliárd forintot fizettek vele a felhasználók, amelyben a Szép Kártya kedvezményes keretének 200.000 forintos megemelése is közrejátszott. Már a Covid időszaka alatt megtapasztaltuk, hogy az érintésmentes fizetési módok nagyon kedveltek a vendégeink körében, és ezek közül is a legkiemelkedőbb a Szép Kártya. Ez a mi szállodánkban már közel 40%-os arányt ér el az összbevételeinkre vetítve. A Balaton nem csak a nyári főszezonban volt kimagasló forgalmú, az év utolsó hónapjában minden hotel szinte 100%-os kihasználtsággal üzemelt. Én már úgy láttam igazából, hogy az aktivitás az rögtön megkezdődött, ahogy a iskola véget ért, tehát a családok nagyon nagy szeretettel jöttek hozzánk igazából december 22-től, és ez a lendület egyébként 7-ig nagyon erőteljesen kitartott, ameddig a szünet volt, de igazából azóta se hagyott alá. Sok család meg is hosszabbította szállodai tartózkodást a két ünnep között. A legnagyobb teltházakat azt igazából kimondottan a két ünnep között, mint egy meghosszabbításként vagy előszilveszterként, valamint igazából itt a januári időszaknak a második felében érzékeltük, ezzel is jelezve azt, hogy igen, a családok szívesen kitolják a szabadságukat, amikor van rá idejük és van rá lehetőségük. Valamint már most is igazából a hétvégente is nagyon-nagyon-nagyon szép számokkal megyünk. A szállodákban pedig már most megkezdődtek a tavaszi-nyári foglalások. A várakozások szerint 2024-re reális cél a 43 millió vendégészaka megközelítése, emelte ki dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke. 2030-ig pedig a cél az, hogy 20 millió vendég évi 50 millió vendégészakát töltsön el Magyarországon, az ágazat pedig legalább 16%-kal járuljon hozzá a GDP-hez. Jobb gazdasági évet vár 2024-től a Parlament Költségvetési Bizottságának Baranyai tagja. Hargitai János az idei kilátásokról is beszélt egy siklósi tájékoztatón. A képviselő azokat a közlekedési fejlesztéseket is szóba hozta, ami megnyitja térségünket a gazdasági szereplők előtt. Nehéz évet zárt az ország, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának Baranyai tagja. Hargitai János egy siklósi tájékoztatón beszélt hazánk idei évre várt gazdasági lehetőségeiről. A képviselő szerint az infláció letörésével több pénz maradt 2024-ben a magyarok zsebében, ami jót tesz majd a gazdaságnak. A reálbérek tekintetében volt egy irtózatos visszaesés. Most 24-ben azt mondjuk, hogy az infláció megáll 6%-nál, lehet, hogy ennél is jobb lesz, de ha csak 6% lenne, és 24-ben az infláció, a bérkiárnyomlás az biztos, hogy 15% között lesz, azért a 6 és a 12 között, az már egy látható jövedelem több lett, tehát megint azzal kalkulálunk, hogy a 24-es év az a reál jövedelmet jelent minden egyes polgárnak bárhol dolgozzon, és ez a reál jövedelem, ami a zsebébe kerül, az a fogyasztásban fog lecsapódni. Ez a fogyasztás növelheti a Dunántúl turisztikai bevételeit is, hiszen lesz miből élményeket vásárolni, akár itt térségünkben is, véli a politikus. Ehhez azonban szükséges Baranya jobb megközelíthetősége, amit a közlekedési fejlesztések szolgálnak. Ezek az áruk, gazdasági szereplők és persze az emberek könnyebb eljutását is jelenti térségünkbe. Az észak-déli közlekedés az nagyon nagy előrelépés lesz január végén. A 6-os autópálya le a villányi csomópontig már készen lesz, működni fog, és azt is remélem, hogy a horvátok egy olyan jó év, másfél év késéssel megcsinálják Pélmonostortól felfelé az autópályát, és akkor már Boszniáig lehet délfelé közlekedni. A nyugati-keleti irányú közlekedést a Duna határolja le Mohácsnál, ezért fontos a Mohácsi híd megépítése. Itt már csak a kormányzat jóváhagyása kell, mondja a politikus. Tényleg azt várjuk, hogy a kormány az utolsó mondatot is mondja ki ebben, és ezt remélem tavasszal meg is teszi, amikor dönt arról, hogy igen, épüljön meg ez a Dunahíd. A Dunahídra három érvényes ajánlat érkezett, tehát azt mondhatom, hogy érdemi verseny van a híd és a hozzá kapcsolódó útrendszer megépítésére. Én azzal számolok, ha Pakson jövő év közepén kész a Pakskalocsai híd, már pedig készen lesz, akkor mindaz a technika, ami egy ilyen építéshez kell, az nem másfelé megy, hanem lejön Mohácsra, és itt folytatódik.
folytatódik, és itt elkezdődik a Mohácsi Duna híd építése. A Mohácsi Duna híd megépítése nettó 300 milliárd forint. Ezt teljes egészében hazai forrásból fedezi a költségvetés, ezért fontos a gazdaság élénkítése, ami a fejlesztésekhez szükséges bevételeket jelenti, mondta a képviselő. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Bilincsben. Kábítószer kereskedőt fogtak el Szekszárdon. Drágulás várható az ingatlan piacon. Mi határozza meg Tolna vármegyében a kínálatot? Korszerű fejlesztések. A Tamási Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium modern technikákkal segíti a diákokat. Szalagavató. Büszkén ünnepeltek a bonyhádi diákok. Szombaton az éjjel érkezett hidegfront okoz erősen szeles időt. Az ország nyugati felén front mögötti tiszta idő, szikrázó napsütés valószínű. Kissé csökken a hőmérséklet. Vasárnapra mérséklődik a szél. Általában derült égbolt, napsütéses időjárás ígérkezik. Hétfőn frontmentes, eseménytelen időjárás várható. Visszatérnek a hajnali fagyok. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!